Sziasztok, drágány, jó reggelt! Már 9 óra van, és edzeni készülök itthon. Úgy döntöttem, hogy fogok minden reggel edzeni egy picit. Amennyit bírok, nem fogom nagyon túl zsúfolni magamat. Amennyit bírok, amennyi jól esik, és akkor legalább egy kis mozgás van. Én nagyon sokat jártam konditeremben, minden nap jártam, de hogy őszinte legyek, ellustultam. És itt Bukarestben azért a... Mit a hangos ez a tévé? Egy pillanat. Már jó. Itt Bukarestben azért nagyobbak a távolságok, autóm nincs, és nehezemre esik, főleg most télen. Majdnem térdig érő hó, jó, túloszal nem térdig, de bokáig biztos ér a hó. És úgy gondoltam, hogy akkor inkább itthon. Később délutánra fogok csinálni kakaós csigát, amit fogtok látni ti sztoriban, már láttátok, mert ez már a múlt. És a napokban, holnap vagy holnap után fogunk menni találkozni Fifi anyukájával, már nagyon várom. Kíváncsi vagyok, hogyha megismerik egymást. Azt mondja Florin, hogy szerintem nem nagyon fogják megismerni egymást, vagy nem fogják tudni, hogy egymáshoz tartoznak, hogy anyuka is lánya, hogy így mondjam. De szerintem valami kötődés van, és valahol fogják ők ezt érezni, hogy közük van egymáshoz. Szóval erre nagyon kíváncsi vagyok, és akkor tartsatok velem, kezdjünk tornázni. Szerintem nehéz lesz Fifikémtől tornázni, nem tudom, hogy fog reagálni. Hey, szia! Fifi! Nagyon szereti ezt a játékot, Karintól kaptam karácsonyra. Ja, amúgy ilyen gingerbread-es zoknival fogok most tornázni, mert fázom egy picit, de gyorsan be fogok melegedni. Na, kezdjük! Ezeket mindig kiszedi a játékából. A ti kutyátok is ezt csinálja? Vagyok. 8 perces volt, de fú, eléggé fárasztó. Ilyen kardió volt, és ezt nagyon rég nem csináltam már. Jó. Ennyi volt a... Nem tudok beszélni. Nem sokan 8 perc, de az már valami. És akkor úgy gondolnám, hogy minden nap minél többet, logikus módon. És akkor nem sokára találkozunk, amikor csinálom a finom kakaós csigát. Ezek lesznek az alapanyagok a kakaós csigához. Holnap akartam csinálni, de említettem Florinak, és ő is nagyon megkívántam. Én meg erősen gondolkodtam rajta, hogy meg fogom csinálni még ma este. Ezek a hozzávalók, de mindent megtaláltok az infoboxban. Miből mennyi van, és akkor hogy készül, azt mutatom most. Liszt. Vaníliás cukor. 5 g élesztő. Kb. A fele ennek. Jó. 2 tojás. Az olvasztott vaj, ami már kihűlt. Lassan-lassan fogjuk hozzátenni tejet, és akkor így összekeverjük. Leöztük a tálat, betesszük a süteményt, vagy ezt a maszlagot, értitek? Jó, kézósás. Bocsi, Fifike, bocsánat, nem akartam. Jó, és akkor most lefedjük, és duplára kéne nőjön, úgy mutatja a receptben, van egy kis videó, majd lelinkelem nektek, amúgy románul van. És az eredeti recept amúgy ilyen cinnamon roll, tudjátok, a ilyen amerikai cinnamon roll, a fahéjas verzió.
De én a fahéjat helyettesítem kakaóval, mert van szeretjük a kakaót. De amúgy szerintem ugyanolyan lesz a dolog. Maga az alap, az a lényeg. Egy kis problémám van. Képzeljétek, kifelejtettem a masszával a cukrot. Szóval tudjátok, hogy bele kell tenni a cukrot, sajnos ez tényleg nem kimarad. De mi lenne, hogyha több cukrot tennék ehhez a krémhez, úgymond, mert egy krém, egy vajas, kakaós, cukros krém. Ebben is kell cukor. Barna cukrot ír a receptben, én, de nekem nincs, szóval én normál cukrot fogok tenni, én kristálycukrot. Szerintem akkor többet fogok tenni a maga ebbe a vajas cuccba, és akkor hát, ha kiegyenlítem, mert ilyenkor már nem lehet beletenni a masszába. De kár. Mindegy, hát már ez van. Most megpróbálom kijavítani a hibámat, csak akkor több cukor fog kelleni. A vaj. Remélem már szoba hőmérséklet lesz. Ezzel fogom összekavarni, ezt Ritától kaptam karácsonyra, nézzek, mégis aranyos. A lényeg az, hogy itt a vaj, és akkor ezt így össze kell keverni. Jó. Tudod, mit csinálok? Mi? Kakaós csíkúst. De szívi! Amúgy izé lett volna a cinnamon rolls, de annyira nincs... Annyira nincs kedvem a cinnamonhez, és akkor kakaós csiga lesz végül. Én fogom akkor azt megcsinálni legközelebb a videómban. Jóó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 ó
el, kihagytam a maga tésztából, maga masszából a cukrot. Jézusom, de amatőr. Hát nem amatőr, mert közben vloggoltam, sztoriztam, és kimaradt. És akkor most mi lesz? Hát eszek több cukrot a maga üzébe, a töltelékbe. Jó lesz az. Hát jó, de a maga tésztája sós, na hát nagyon jó lesz, nem tudom mi lesz belőle. Aha. Hát remélem valahogy, nem tudom már, nem tudok vele csinálni, nem odatettem a keleszteni. Aha. Na, hát, vedem. Na, bines kumpi. Ebu. Siu. Pápa. Úgy így néz ki a cucc. Így néz ki ez a vajas, kakaós, cukros töltelék, úgymond. Várom, hogy megkeljen a massza, és akkor utána ezt beletesszük. Kis lisztet ide a dolgozólapomra. Ki fogom venni belőle a masszát, és akkor kinyújtjuk. Feleket is, megint félbe, másikat is, így, és akkor még egyszer ezeket is, a feleket is félbe. És így néznek ki. Ezzel bekapcsolom a sütőt. Jó, fél órát fog sülni, 180 fokon. Sütőpapírozott tepsibe tesszük őket.
nézve ki. 20 percig hagyjuk pihenni, és aztán mehet a sütőbe. Neked nem szabad? Jó. 180 fokon, kb. 30 percig. Jaj, de jól néz ki! Még egy olyan 10 perc kb. Is kész. Nagyon jól néznek ki. Halimbárombár. Kis aranyoskák. Nagyon jól néz ki szerintem. Most hagyjuk egy picikét kihűlni, és utána megkóstoljuk. Azt nem is kell mondanom, hogy milyen illat van a konyhában. Csodás. De jó lesz. Elindultunk a nagy találkára az anyukával, meg még egy kis kutyával. Majd jelentkezem onnan nektek. Megérkeztek! Buna! Buna! Noi nimi! Salut, Moxie! Ce va fi filmare? Ce va fi? Ce va fi? Hai înăuntru! Ce nu-i Fifi? Történt a találka. Nagyon jó volt, nagyon jóban voltak. Volt egy kis anya-lánya vita, de szerintem megismerték egymást. Olyanok, mintha ikrek lennének, esküszöm nektek. Fix. Esetleg annyi, hogy Fifinek a kis óra egy kicsit hosszabb, mint a Foxynak, mert így az anyukát, hogy Foxy. De nagyon jó volt a találka, nagyon örök, hogy összejött. És akkor úgy beszéltük, hogy nem sokára megint fogunk találkozni velük. És akkor ennyi lett volna már ez a videó. Remélem, hogy tetszett, és találkozunk legközelebb. Köszi!